Szeptember 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból várták a Művelődési Ház színház termébe a marcali nyugdíjasokat. A megjelenteket Berec Balázs alpolgármester köszöntötte. Hölgyeim, uraim, kedves szépkorúak! Nagyon örülök annak, hogy ennyien elfogadták az önkormányzat meghívását erre a mai napra, és annak külön örülök, hogy én köszönhetem itt önöket ezután a másfél év után. Én azt gondolom, hogy ez a másfél év, amit a Covid-ban töltöttünk, bezártságban töltöttünk, megmutatta azt nekünk, hogy mi a fontos számunkra. Azok az emberi kapcsolatok, amikkel személyesen tudjuk egymással felvenni a kontaktust, egymással tudunk beszélgetni, hiszen úgy gondolom, hogy elég sokan megtapasztaltuk azt az érzést, hogy milyen karanténban lenni, és bármennyire is fejlődött ma már a technika, és bármennyi elektronikus kütyű áll a rendelkezésünkre, telefontól, interneten, számítógépen keresztül minden, de mégis más, amikor személyesen tudunk egymással találkozni, barátainkkal, rokonainkkal beszélgetni és megosztani a gondolatainkat. Én azt gondolom, hogy ez a másfél év azt is megmutatta, hogy ki az, akikre számíthatunk. Milyennyire fontosak azok a szomszédok, azok a rokonok, azok az ismerősök, akik tudják segíteni az életünket, akik előre tudnak minket vinni, és ki tudnak minket rángatni abból a bezártságból, amit ránk kényszerített ez a vírus. Azt is szeretném viszont megosztani, hogy azt is láttuk, hogy milyen pótcselekvések vannak, mik történnek még mellettünk, hogy mennyi minden ostobaságot, butaságot tudnak kitalálni az emberek azért, hogy kihasználják ezt a vírus adta gondokat, nehézségeket, és a saját kis elképzelésüket terjesszék a különböző média felületeken. És ugyanakkor láthattuk azt is, hogy a város megpróbált önök mellé, a rászorulók mellé állni, hiszen a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, a Művelődési Központ, a múzeum dolgozói vettek részt abban a munkában, hogy azok, akik ténylegesen rászorulnak és nem tudnak személyes segítséget igénybe venni rokonaiktól, családtagjaiktól, ők is azért a ellátásban részesüljenek, és ők is átvészeljék ezt az időszakot. Most viszont már szeretnék az ünnepélyesebb részére és a boldogabb részére rátérni, és nagyon nagy öröm az számomra, hogy itt találkozhatunk, hiszen sokan még nem voltak ebben az intézményben, mert ennek a felújítása is akkor készült el, amikor a Covid éppen tombolt. És nagyon nagy öröm az, hogy valóban szeretik ezt a várost, és megtisztelnek minket azzal, hogy jelenlétükkel részt vesznek az ilyen eseményeken. És külön köszönöm a mindenkinek, mert hogyha így körbenézek, nagyon sokan részt vettek a Rákóczi utcának az avatásán is, hogy ott is nagy számban megjelentek, és kihasználták azt a lehetőséget, amit teremtett ez a város, illetve teremtett az Európai Unió és a kormány támogatásával ez a kis közösség, és kívánom azt, hogy a továbbiakban is ezt nagyon jól használjuk ki, és éljünk azzal a lehetőséggel, hogy most már nem kell bezárva lennünk, és minél többet beszélgessünk, továbbra is segítsük egymást, keressenek minket is nyugodtan, bátran, de mindenképpen forduljanak azért a szomszédokhoz is, ezeket a kapcsolatokat, amik itt kialakultak, ezeket ne felejtsük el, és a továbbiakban is őrizzük meg ezeket. Én nagyon jó ünneplést kívánok a mai nap önöknek, és kérem azt, hogy nagy tapsal fogadják majd az előadókat, hiszen ők is ki voltak már éhezve a közönségre, úgyhogy én nagyon jó ünneplést kívánok még egyszer önöknek. A Szépkorúak operettvarázs címmel Palotás Ágnes és Kóbor Tamás műsorát tekinthették meg. A délutánt ünnepi fogadás zárta.